Most látott világot az a kutatási adat, amelyik szerint az 1%-nyi magyar gazdag birtokolja az ország vagyonának 1/3-át. Értik, miről beszélek? Minden 1000 forintból 333 forint az ennek az 1%-nak a zsebében van. És ki ez az 1%? Megmondom, megmutatják a tavalyi gazdasági adatok. Csak Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor zseniális gázszerelő barátja 1600 millió forintot tett zsebre tavaly osztalékból. Várkonyi Andra 850 millió forint adózott eredményt ért el a cégével, Rákai Filip 1283 millió forintot, Kovács Ákos 275 millió forintot, Matolcsi Ádám kötődő cég 362 millió forintot, Pataki Attilahoz kötődő cég 99 milliót, és még Bayer Zsoltnak is jutott 89 millió. És hát persze család az család, ki ne felejtsük a miniszterelnök úr családját. Orbán Viktor miniszterelnök édesapja cégeiből 2 milliárd forint osztalékot vett ki 2022-be, Tiborcz István pedig szintén 2 milliárd forintot. Az újságírók becslései szerint az Orbán család vagyona meghaladja, vagy legalábbis megközelíti a 100 milliárd forintot. Soha egyetlen kormány sem engedte meg azt, hogy a gazdagok ennyivel gazdagabbak és a szegények ennyivel szegényebbek legyenek. Hogy egy szűk elit tegye rá a kezét az ország vagyonának nagy részére. Az a helyzet, tisztelt képviselőtársaim, hogy ezen változtatni fogunk. Mi azért fogunk küzdeni, hogy a nehéz helyzetben élő emberek több támogatást kapjanak, hogy emelkedjenek a bérek és a nyugdíjak, és hogy azok fizessenek, akik a mi zsírunkon, az állampolgárok verejtékén gazdagodtak meg az elmúlt 10 évben. Köszönöm szépen!